hát ismételten köszöntünk mindenkit az új esztendőben, és akikkel esetleg nem találkoztunk is. Hát a mai téma az nekem különösen is, ugye, alkalmas és testhez álló, mert az ókeresztény liturgiának a kialakulásáról lenne szó. Ez azért is fontos, mert főleg amikor a liturgikus reformot bevezették, és egészen a mi napjainkig állandóan hivatkoznak az első századok liturgiájára, hogy ezt azért kell így csinálni, mert ugye az ősegyházban is így volt, meg úgy volt, és hát főleg manapság, amikor hát teljesen pártatlan szakértők hozzányúlnak a dolgokhoz, utána néznek, akkor egy csomó mindenről kiderült, hogy hát a 60-as, 70-es években valami csodálatos félreértések és félremagyarázások történtek, amire aztán alapoztak nagyon sok minden. Hát ezért fontos, hogy valamiképpen egy hiteles, általános bemutatásra kerüljön ez a korszak. Hát először is, tehát az első három századból ugye nagyon-nagyon kevés forrásunk maradt. Miért? Hát ugye üldözik az egyházat, és gyakorlatilag illegalitásban végzik a liturgiát is. Eleinte ugye eljárnak az apostolok és az első tanítványok ugye a zsinagógába, tehát teljes egészében végzik a zsidó liturgikus ugye teendőket is. Ugyanakkor szombat este összejönnek házaknál, és vasárnap hajnalban végzik a kenyértörést. Most ennek a pontos menetét, pontos liturgiáját nem tudjuk. Ugye Szent Pál apostol leveleiben azért több minden kiderül. Például kiderül az, hogy ugye ezek az éjszakai összejövetelek szombatról vasárnapra viradóan, hát ezek igen hosszadalmasak voltak, ugye. Tehát fölolvasták az írásokat, a törvényt is, a prófétákat, aztán ugye az apostolok elmondták az emlékeiket, elmondták ugye a krisztusi tanítást, Krisztus életének az eseményeit, magyarázták, tehát egyfajta prédikáció is volt. Ugye például megmaradt az a jelenet, amikor Pál apostol olyan hosszan beszélt, hogy az egyik fiatalember, aki az ablakba ülve hallgatta, kiesett, és ugye szörnyet halt, és Pál apostol föltámasztott, aztán folytatta hajnalig ugye a magyarázatot, mintha mise történt volna. Viszont mise történt, mert vasárnap hajnalban ugye a kenyértörést is elvégezte, vagyis hát, amit mi ma konszekrációnak és szentáldozásnak neveznénk. De a pontos menete az nincs részletezve. Azt ugye tudjuk a korintusiakhoz írt levélből, hogy a szeretet lakoma is kapcsolódott hozzá, és ez a szeretet lakoma rövidesen, hát különböző visszaélések szintere lett. Szent Pál apostol meg is dorgálja a korintusiakat, hogy ugye hát itt is megkülönböztetitek a gazdagot meg a szegényt, mert a gazdagok magukkal hozzák a kis elemózsiát a szeretet lakomára, és ott ugye jó ízűen falatoznak, míg a szegénynek csorog a nyála, és azt mondja, nincs házatok, hogy otthon egyetek? Tehát eléggé keményen rájuk pirít, és hát aztán rövidesen persze el is tűnik ez a szeretet lakoma, illetve teljesen külön válik az eukarisztikus liturgiától. Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében találjuk a legrégebbi ugye, nyomát Krisztus szavainak. Tehát ugye érdekes, hogy amit Krisztus mondott, amikor a kenyeret és a bort ugye saját testének és vérének mondta, azt ugye minden evangélista másként adja vissza, ugye János nem is említi ezt a jelenetet, tehát nála másképp titokzatosan van jelen, de magát tehát az utolsó vacsora menetét nem írja le, de a szinoptikusok azok mindegyik egy picit másként írja le a szavakat, viszont a legősibb leírás a Szent Pál korintusiakhoz írt első levele, és ugye hát, de ott csak gyakorlatilag a konszekráció szavaival találkozunk, a többi résszel nem. Tehát egyrészt
még ugye nagyon-nagyon kezdetleges volt az egész, nem alakult ki a pontos menete. Másrészt pedig ugye az üldöztetések miatt nem is volt szabad ezt a nagy nyilvánosság elé vinni. Ugye létezett egy ilyen gyakorlat, amit úgy hívtak latinul, hogy disciplina arcani, tehát hogy bizonyos dolgokat a keresztény hívőknek nem volt szabad elárulni a nem beavatottaknak. Például a mi atyánk szövege, a hiszek egy szövege. Ugye, hogy nehogy valamilyen pogány esetleg kuruslásra használja, vagy netán ugye valamiféleképpen kiforgassa, kifigurázza, akkor is hajlamosak voltak erre az emberek, és legfőképpen nem volt szabad beszélni senkinek arról, hogy mi történik az eukarisztikus liturgián, a, ugye mai szóval mondva szentmisén. Tehát ugye fölajánlástól senki nem vehetett részt, aki nincs megkeresztelve, zárt ajtók mögött történt, és nem volt szabad más alkalommal beszélni arról, hogy ott mi történik. Tehát akit megkereszteltek, az a keresztelés után első ízben szembesült azzal, hogy miben is áll ez a kenyértörés, ez az eukarisztia. Ugye ezért nem is írták le például a mi atyánkot vagy a hiszek egyet, hanem szóban adták át, és szóban kérdezték vissza. Innen van egészen a mikorunkig a régi rítusú keresztelőbe a bizonyos tradíció szimboli, tehát a mi hitvallás átadása, és utána a hitvallásnak a visszakérdezése, vagy például az a szokás a régi rítusban, hogyha a mi atyánkot mondjuk valamilyen szentelés vagy áldás keretében a misén kívül, akkor sohasem mondjuk végig hangosan, hanem mindig úgy, hogy Pater Noster, halkan, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malom, tehát ez annak az időnek az emléke, amikor ezeket misén kívül nem mondták ki hangosan, hogy nehogy ugye elárulják a szent titkot avatatlan füleknek. Az egyház atyák minden esetre néhány helyen leírják a beavató szentségek menetét. Tehát a leginkább most ezzel az alkalommal ugye a keresztségről, a bérmálásról is az oltári szentségről beszélhetünk, mert erről vannak adataink, ha nem is sok. És ugye az egyház atyák leginkább akkor beszélnek erről, amikor ugye magyarázzák a katekúmeneknek, a felnőtt hitjelölteknek, a hitnek a titkait, és próbálják őket ugye bevezetni a szentségekbe, amikben majd részesülnek. És ugye hát az egyik legbeszédesebb ebből a szempontból milánói Szent Ambrus püspök, ugye két műve a szentségekről és a misztériumokról. Ez az egyik leg részletesebb ugye katekézis a fölnőtt hitjelöltek számára, tehát hogy a keresztség bérmálás is, az eukarisztia szertartása is azoknak a magyarázata. Aztán ugye a keleti egyházból megmaradt számunkra jeruzsálemi Szent Ciril, jeruzsálemi püspöknek a katekézis sorozata, tehát ő is, amikor személyesen oktatta a fölnőtt megtérőket, akkor leírta ezeknek az oktatásoknak a tartalmát, illetve például az egyik nyugati egyházi író Tertullianusnak van egy nagyon híres műve a keresztségről, amit polemizálva ír, tehát olyanokkal vitatkozva, akik tagadták a keresztségnek az értelmét és szükségességét. A Szent István társulatnak volt ugye egy jó sorozata a két világháború között, a keresztény remekírók, ennek a 9. kötete az ősegyház szentségi élete, ebben olvasható Tertullianus, jeruzsálemi Szent Ciril és Szent Ambrusnak ezek a művei. Úgyhogy nagyon ajánlom, hogyha valaki ezt meg tudja szerezni, akkor az egész sorozatot akár szerezze meg is, hát tanulmányozza. Nos, először csak néhány szó arról, hogy hogyan alakult az egyházi év. Ugye az első liturgikus döntés, amit az ősegyház hozott, az az volt, hogy az Úr napját áthelyezzük szombatról vasárnapra. Ugye ez az, amit például az adventisták nagyon kifogásolnak, hogy ez az Úr akaratának az elárulása. Viszont ugye már az
evangéliumokban olvassuk, ugye, például a híres Tamás jelenetben, hogy 8 nap múlva, tehát a föltámadás után, a következő vasárnap együtt voltak a tanítványok, és megjelent köztük ugye Jézus, a föltámadott. Tehát vasárnapról vasárnapra együtt van az egyház, és mindig ezek a vasárnapi együttlétek a föltámadott megjelenésének a színhelyei. Tehát kialakult az a meggyőződés, hogy ugye a szombat a teremtésnek az emléke, ugye az Úr 6 nap alatt teremtette a világot, a 7. nap megpihent és megszentelt a 7. napot, de az, hogy a második isteni személy föltámadt a halálból, az még fontosabb és még nagyszerűbb dolog, mint a világ teremtése. Tehát ez egy igazi újjáteremtés, egy egészen új világ kezdete, ahol már lassacskán átalakul ugye a régi ég és a régi föld, és ezért nekünk ezt az új teremtést, a föltámadást kell ünnepelni, mert maga ugye az Úr akarta így, hogy ez az esemény legyen a döntő, ugye mindent eldöntő esemény, tehát az ő halál feletti győzelme és föltámadása. Aztán a második század folyamán szépen lassan kialakul az, hogy a vasárnapot, tehát minden vasárnap egy kis húsvét. Második században az egyik vasárnapot kiválasztják, mégpedig azt a vasárnapot, ami körülbelül a zsidó pászkához van közel, hogy az legyen ugye a nagybetűs húsvét, az évnek a legfőbb ugye feltámadás emlékezete, és rövidesen utána az 50 napra rákövetkező pünkösd is egy ilyen kiemelkedő vasárnap lesz. Tehát a következő stádium, hogyha már a húsvét vasárnapot megüljük, hát akkor üljük meg előtte ugye a húsvéti szent 3 napot is. Tehát ugye nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat. Tehát ez is nagyjából ottan a második század végén, harmadik századra alakul ki. Ugye amikor a kereszténység elnyeri a szabadságot, ugye 313-ban ugye a milánói ediktummal nagy Konstantin megszünteti a keresztények üldözését, és ugye most már lehet nyilvánosan is ünnepelni, az állam is támogatja a templomépítést, ugye a bazilikák átalakítását a keresztény istentisztelet számára, és az első níciai zsinat 325-ben eldönti, hogy ugye a húsvétot a tavaszi napi egyenlőséget követő holttölte utáni vasárnapon kell megünnepelni, de még mindig vannak bizonyos viták, mert Kis-Ázsiában egyes egyházak ragaszkodnak Nisszán hónap 15-éhez, tehát a zsidó húsvéthoz. A többi, az egyház többi része az ugye mindig vasárnap üli a húsvétot, és ilyen módon aztán történik egy bizonyos vita, a níciai zsinat pedig ezt eldönti, úgy, ahogy ma is ünnepeljük, és aztán ugye a 4. században kialakul nyugaton a karácsony, keleten a vízkereszt, ugye az Epifánia ünnepe, aztán ugye kelet és nyugat kicserélik ezt az ünnepet, hogy nyugaton is lesz vízkereszt, keleten is lesz karácsony, és ugye hát ez ugye a téli napfordulóhoz kapcsolódik, mert Rómában ugye december 25-én tartották a téli napfordulót, keleten pedig, főleg Egyiptomban, január 6-án. És aztán a későbbi századok folyamán alakulnak a többi ünnepek is. Ugye ott az 5. század folyamán már megjelennek az első Mária ünnepek is, ugye a legősibb az a ugye angyali üdvözlet ünnepe, március 25 utána ugye hát a nagyboldogasszony, a mennybe vétel ünnepe, augusztus 15, és aztán ugye például a pünkösdről leválik a mennybe menetel, ugye az előtte való csütörtök, és hát szépen lassan elindul az egész egyház év kialakulása. A vértanúk ünnepei még nagyon fontosak, mert ugye a keresztény üldözéskor pontosan lejegyzik a saját hely vértanúikat, hogy mely napon szenvedtek vértanú halált. Ezen a napon mindig ugye összejönnek a vértanú sírjánál, ott ugye tartanak egy vigíliát és egy szentmisét, és hát ilyen módon bekerülnek a naptárba ezek a vértanú ünnepek, és aztán az egyik egyház elküldi a másiknak, ugye, tehát
a, mit tudom én, ázsiai egyházak is megismerik a római vértanúkat, a rómaiak megismerik a szír vértanúkat, kis-ázsia vértanúit, stb. Tehát egymásnak megküldik ezeket a naptárakat, ezeket az úgynevezett martirológiumokat. Visszatérve az eukarisztia menetére, tehát most már a konstantini fordulat után, a szabadság elnyerése után részletesebben is tudunk beszélni a szentmise menetéről, mégpedig vannak olyan egyházatyák, amelyek, akik szinte bizonyos dolgokat szó szerint idéznek, de legalábbis a struktúráját leírják a szentmisének. Érdekes, hogy még nem nagyon különül el a ugye keleti és a nyugati eukarisztikus rítus közötti különbség. Például olvasván ezeket a szövegeket, nagyon sokszor, aki ismeri a bizánci rítust, akkor egészen ismerős fogalmakat, mondatrészeket, szófordulatokat is fölismer ezekben a szövegekben. Justinus vértanú, aki Palesztinában született, ugye, és hát még a keresztény üldözések idején írja az ő művét, mégpedig a római császárnak címzi az Apológia, a hitvédelem című művét, körülbelül 150-ben írja ezt a művet, Antonius Pius császárnak és fiának Marcus Aureliusnak. Miért kell egy hitvédelmi művet írni a római császárnak? Hát mert említettük, hogy ugye különböző képtelen dolgokkal vádolták a keresztényeket, hogy éjszaka ugye titkos összejöveteleiken, hát különböző erkölcstelen dolgokat művelnek, holttesteket gyaláznak meg, egy bizonyos Krisztusnak a testéből falatoznak, akit ugye Poncius Pilátus megöletett meg, szóval ilyen egészen hajmeresztő történeteket találnak itt. Tehát valamit hallottak, de félre értelmezik, félre magyarázzák, tehát el kell mondani konkrétan a császárnak, hogy nem vagyunk emberevők szó szerint. Na, hát az Apológiában miket ír Justinus? Az egyik helyen leírja, hogy hogyan történt húsvét éjszakáján az újonnan keresztel, az új, ugye a felnőtt keresztelés és a utána következő szentmise. Tehát azt mondja Justinus. Miután megkereszteltük azt, aki meggyőződésből egyetért velünk a mi hitünkben, azoknak a gyülekezetébe vezetjük őket, akik magukat testvéreknek nevezik, és ott közösen imádkozunk magunkért, az újonnan megkereszteltért, minden távollevőért, azzal a kifejezett szándékkal, hogy az igazság megismerése után méltók leszünk igaznak találtatni, mint olyanok, akik jámbor és munkás életet élnek, parancsokat megtartják, és ezáltal az örök üdvösséget elnyerik. Az imádság befejeztével béke csókkal köszöntjük egymást. Tehát ez jellemző, hogy még a fölajánlás előtt van a béke csók, ugye? Tehát ez a bizánci rítusban ma is úgy van, hogy szeressük egymást, hogy egyetértően valljuk az Atyát, Fiút és a Szent Lelket is, akkor ugye van ez a bizonyos béke csók. Tehát annak a mintára, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy mielőtt ugye áldozatot mutatsz be az oltáron is eszedbe jut, hogy testvérednek kifogása van ellened, menj békülj ki testvéreddel, és utána jöjj az áldozatot bemutatni. Ugye ez a béke csók, ez ugye hát nem készfogással történt, hanem ugye az arc hozzáérintésével, tehát egymás, tehát a másik arcához érintették a sajátjukat, illetve például az ókori keleten férfiak között szokás volt a másik szakállának a megcsókolása, mondjuk például ez egy ilyen furcsa kulturális ugye külön, hát sajátosság. Tehát békecsók, ekkora testvérek elöljárójának, vagyis ugye hát a papnak, vagy a püspöknek kenyeret, és vízzel is borral telt kenyhet hoznak. Ő elfogadja ezt az ajándékot, és a Fiú és Szentlélek nevében áldást és dicséretet mond a mindenség atyának, és egy hosszabb hálaadó imádságot mond azért, hogy ezen adományokra általa méltóká lettünk.
Midőn az imádságokat és a hálaadást befejezte, az egész nép egyhangulag ráfeleli amen. Az amen héber szó is annyit jelent, úgy legyen. Midőn az előjáró hálát adott, s a jelenlevő nép vele ebben egyesült, a diakónusok adnak minden jelenlévőnek a kenyérből, amely felett az eukarisztikus imádságot elmondták. A vízzel vegyített borból is adnak elfogyasztásra, és vittek belőle a távol lévőknek. Ugye, tehát nem írja le a konszekráció szavait, mert nem akarja a titkot elárulni, de azt elárulja, hogy ez egy háladó, nagy háladó imádság, ugye eukarisztia annyit jelent, mint háladás, de hogy nem, ugye, hogy már akkor hittek a valóságos jelenlétben és az átváltozásban, ez ebből derül ki, amit Justinus tovább ír, és ezt az ételt ettől kezdve nálunk eukarisztiának nevezik. Ezen nem vehet részt senki, aki nincs meggyőződve tanításunk igazságáról, és a keresztség fürdőjében, amely a bűnök bocsánatára és lelki újjászületésre szolgál, meg nem tisztul, és aki nem él Krisztus tanítása szerint. Mert nem mint közönséges kenyeret, sem mint közönséges italt fogadjuk mi ezeket, hanem úgy tanultuk, hogy amint Isten szavára Jézus Krisztus, ami megváltott emberré lett, s valódi testet is vértett magára, épp úgy az a táplálék is, amely felett a tőle származó imádságot, mint háladást elmondják. Azután a magunkhoz vétel által testünkbe és vérünkbe átmegy ugyanazon emberré lett Krisztusnak valóságos teste és valóságos vére. Tehát ezt írja 150-ben már, hogy ez valóság, és hogy itt tényleg ahogyan Krisztus emberré lett, ugyanúgy a kenyér és a bor ugye, átváltozik, és valóságos teste és véré lesz. Az apostolok ugyanis az ő hátrahagyott emlékezetes híradásaikban, amelyeket evangéliumoknak neveznek, megírták, hogy ezt azt a parancsot kapták, midőn Jézus vevé a kenyeret, megáldá és mondá, ez az én testem, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és hasonló módon vette a kelyhet, megáldá és mondá, ez az én vérem. Tehát itt a végén mégis elárulja, ugye, hogy hova vezethető vissza ez az egész. Aztán leír ez a Justinus vértanú még egy átlag vasárnap misét is, és azt mondja, ugye, hogy vasárnapon összegyűlnek a hívek a városokból és vidékről egy közös ünnepségre, és akkor felolvassák az apostolok megemlékezéseit, vagyis az evangéliumot és a proféták írásait, amíg az idő engedi. Tehát ugye már vannak apostoli iratok, vannak már ugye Szent Pál levelei, evangéliumok is már kezdenek megíródni, kialakulni, tehát most már ugye nem kell, hogy személyesen jelen legyen az apostol, hanem ugye annyira elterjedt az egyház, hogy már az írásaikat is elég felolvasni, de még ugye az Ószövetséget is, a prófétai írásokat is olvassák, amíg az idő engedi, tehát nincs még egy kialakult olvasmányrend, hanem valószínűleg, hogy a püspök maga jelöli ki, hogy ma innen olvassunk, és amikor úgy gondol, hogy elég volt, akkor itt, hogy eddig is, és hagyjuk abba. Aztán szépen lassan leírják ezeket a ugye, kiválasztott szakaszokat, és rögzül az olvasmányoknak a rendje. De ez már egy későbbi fázis. Tehát először van ez a bizonyos ugye, tanító rész. Amikor a felolvasó a szolgálatát befejezte, az előjáró felszólítja őket, hogy ezeket és éppen most hallott szép tanításokat az életben kövessék. Tehát ugye ez a homília, a szentbeszéd. Akkor mindnyájan felkelünk és imádkozunk. Azután az imádság befejeztével, amint ezt már említettük, kenyeret, bort és vizet hoznak elő, és az előjáró a legjobb ereje szerint kérő és háladó imádságokat mond. A nép hozzájárul ehhez, amennyiben amment mond. Tehát ugye a konszekrációs imádság, az eukarisztikus imádság, a kánon, az még mindig nincs rögzítve, hanem ugye az előjáró, a püspök vagy a pap, ugye hát a képessége, a tehetsége szerint mondja, improvizálja ezt az imát, de nem szabad úgy elképzelni, hogy hát elereszti a kreativitását, hanem ugye léteznek minták, és a későbbiek szépen le is írnak néhány ilyen jól sikerült mintát. Tehát ugyanúgy, ahogy például
a mi kultúránkban a siratóasszonyok, ugye? Tehát amikor hívunk egy siratóasszony, akkor ő ugyan spontán mondja a szövegét, de nem akármit mond, hanem vannak már minták, hogy ezt hogy kell csinálni általában, ugye, mit szoktak ilyenkor mondani, és az alapján mondja ő maga is a saját siratóját. Tehát ugyanúgy itt is már létező mintákat követnek. Na most ekkor következik annak a kiosztása, ami felett a háladó imádságot elmondta az elöljáró, minden jelenlévőnek, a távol levőknek pedig diakónusok vitték. Különben a jómódúak, vagy akik akartak, tetszés szerint adakozhattak. Tehát a persejezés is itt van. Az elöljáróhoz vitték, amit összegyűjtöttek, aki segítségére volt vele az özvegyeknek és árváknak, betegségből vagy másokból szükséget szenvedőknek, a börtönben sínlődőknek, vagy a rövid időre itt tartózkodó idegeneknek, egy szóval minden szűkölködőnek, tehát különböző adományokat, amiből ugye segítették a rászorulókat. És azt is elmagyarázza, hogy azért tartjuk éppen vasárnapon az összes hívő közös összejöveteleit, mert ez az első nap, ezen a napon szüntette meg Isten a sötétséget, és teremtette az ősanyagból a világot, mert a mi megváltónk Jézus Krisztus ugyanazon a napon támad fel halottaiból. Mert a Szaturnusz napja előtti napon feszítették őt keresztre, és a Szaturnusz napja utáni napon, vagyis vasárnap jelent meg apostolainak és tanítványainak, és tanította meg őket mindarra, amit most nektek mérlegelés véget elétek adtunk. Tehát ugye itt a vasárnap ünneplése is dokumentálva van. Aztán ugye a következő ilyen írásbeli emlék az az Apostoli Konstitúciók című irat, ami hát a hagyomány szerint Szent Kelement pápáig megy vissza, tehát valamiképpen a első század vége, második század eleje lenne körülbelül, bár ugye vannak viták a datálás körül, és itt ugye már részletes szövegeket is közöl, és azt mondja ugye, hogy hát először a katekumenek miséje következik, tehát ugye a tanító rész, amin a hitjelöltek is részt vehetnek. Miután felolvasták a törvényeket, a prófétákat, leveleinket, az apostolok és evangélisták történetét, a pap az egybegyűlt közösséget üdvözli, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ugye ez a szentpáli köszöntés, mindnyájan felelnek, hogy amen. Ezután figyelmeztető szavakat intézzen a néphez. Tehát ugye a szentbeszéd következik, és utána következnek hosszú imádságok. Tehát olyan, mint egy litánia, vagy ugye a keletiek ezt ektémiának mondják. A diakónus ugye előimádkozva ezeket, és a nép pedig mindig azt válaszolja, hogy Kyrie eleison. Tehát először imádkoznak a hitjelöltekért hosszasan, vannak ugye ilyen litániaszerű könyörgések, a végén ugye a püspök megáldja őket egy hosszabb imával, és utána elbocsátják őket. Távozzatok békében, katekumenek, tehát nem vernek részt a misének a második részében. Utána ugyanilyen imádság és áldássorozat a tisztátalan lélektől megszállottakért. Utána őket is elküldik, távozzatok, megszállottak. Utána következik egy hosszú imádság sorozat, ugye a vezeklőkért és azoknak is az elbocsátása. Ugye? Tehát akik súlyos bűnöket követtek el, azok ugye nem vettek részt a szentmise második részében, hanem a vezeklők sorába kellett lépniük, és ugye éppen ezért őket is elbocsájtották. Aztán következik a hívők miséje, ugye a eukarisztikus liturgia, és ugye itt is megbizonyosodnak arról, hogy ugye senki nincs jelen, aki jogosulatlan. Tehát azt mondja a diakónus, senki se közelítsen, aki jogosulatlan, mi pedig mindnyájan, akik hívők vagyunk, hajtsunk térdet, Krisztus által kérjük Istent. Mindnyájan hathatósan kérjük Istent Krisztus által.
És akkor hosszú-hosszú könyörgések az egyházért, az egyház vezetőiért, a özvegyekért, árvákért, a szüzekért, azokért, akik adományokat hoznak, ugye segítik az egyházközség életét, a szűkölködékért, a szegényekért, a betegekért, az utazókért, a levegő kedvező mérsékletéért, és hát ugye egy csomó minden, amit a bizánci rítusból is ismerünk, nagyon font ellenségeinkért, azokért, akiket száműztek, akik bányában, fogságban és bilincsben szenvednek, ugye, tehát a keresztény üldözések nyoma. Amikor én pár évvel ezelőtt részt vettem Nagybőjben egy régi rítusú ambrózián liturgián, akkor ezek még mindig ott voltak a mise elején. Tehát, és kiderült, hogy például ezt a gályarabságot, amit szintén említenek, ezt a 4. századon már megszüntették, tehát ugye ez annál régebbi szöveg. Hogy még a gályarabokért is imádkoznak, akik az Úr nevért ilyen ítéletre, ilyenre van letek ítélve. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a legősibb szövegekben már megvan az imádság a halottakért. Ugye, tehát azzal vádolnak sokszor minket, hogy ezt a katolikus egyház találta ki, hogy van tisztítóhely, a Bibliában ennek semmi nyoma, és ugye az ős keresztények nem imádkoztak a halottakért, imádkoztak, az ősi szövegekben benne van, és miért imádkoztak? Azért, mert ugye az egyház imádsága segíthet a halottakon. Nyilván nem azokon, akik a pokolban vannak, mert a pokol örök, akik a mennyben vannak, azokon nem kell, hogy segítsen, mert azok már jó helyen vannak, tehát olyanokon segíthet az egyház imája, akiknek az állapota még nem végleges, tehát a tisztulás állapotában vannak. És ez a bizonyíték, hogy az legősibb időktől ez hitte az egyház, hogy van tisztítóhely, és hogy azokon mi élők segíthetünk. Aztán ugye... Megint csak itt van a hosszú imádságok után, közben járó imák után, a békecsók, köszöntsétek egymást szent csókkal, azt mondja, ezután a papok megcsókolják a püspökök, a világi férfiak egymást, és az asszonyok az asszonyokat. Tehát ugye nincs koedukált részvétel a szentmisén, hanem ugye, ahogy a régi paraszti kultúrában, a templomban is volt férfi oldal, női oldal, ez egy őskeresztény gyakorlat, tehát ugye külön voltak a mellékhajókban, még egy függönnyel is elválasztva, és ugye a békecsókot is egymás között váltották. Tehát ugye a lecke oldal, az a női oldal, a lecke oldal a férfi oldal, tehát hogyha bemegyek a főajtón is nézem az oltárt, akkor a jobb oldal az a férfi oldal, és az evangélium oldal, a bal oldal az a női oldal hagyományosan. Egyes, például az ortodoxiában sokszor úgy van, hogy a templom első része az a férfi, aki a hátsó része a nőké, de lényeg az, hogy nagyon ősi dolog ez a külön választás. Utána jön a felajánlás, és azt mondja, hogy a felajánlás előtt a szerpapok járjanak körül a férfiak is az asszonyok közt, figyelve, hogy semmi zaj ne legyen, senki ne suttogjon, ne integessen és ne aludjék. Tehát ugye figyeljünk oda, mert most egy nagyon fontos dolog következik. Ugye innen van az a bizánci ritusban, hogy figyelmezzünk, folyamatosan szól erről. Aztán a szerpapok a férfiak ajtajánál, az alszerpapok a nők ajtajához álljanak, hogy senki ne menjen ki, és a felajánlás alatt még hívő sem nyisson ki egy ajtót se. Tehát nincs járkálás kiben, mert ez egy nagyon fontos rész, ami jön. Egy aldiakónus nyújtson a papoknak kézmosásra vizet, ez jelképezi az Istennek szentelt lélek tisztaságát. Tehát ugye ez még az ókori Rómában szokás volt, még a pogány kultuszokban, hogy az áldozat bemutatás előtt a pap kezet mosott. Tehát a tisztaságot is jelenti, meg a készületet egy szent cselekmény végbevitelére. Tehát ez is egy közvetett bizonyíték, hogy áldozatnak tekintették az eukarisztiát, hogy előtte kezet mostak.
még egy figyelmeztetés a diakónus részéről. Senki se legyen itt a katekumenek, vagy a hallgatók, a hitetlenek, vagy a más vallásúak közül. Ti pedig, akik az első imádságot elvégeztétek, jöjjetek ide, anyák, vegyétek gyermeketeket magatokhoz. Tehát ne kószáljanak össze-vissza, hanem ugye fegyelmezzétek őket. Senki se tartson haragot valaki iránt, senki ne legyen képmutató, az Úrhoz felemelkedve álljunk félelemmel is reszketve a felajánlásnál. És itt például a Szent Ágoston egyes irataiban még azt is oda teszi, hogy hívek, álljunk föl, imádkozzunk és forduljunk az Úr felé. Tehát ez azt jelentette, hogy forduljunk keletre. Nagyon ősi szokás, amit az összes egyházatja tanúsít, hogy még ugye az üldözések idején az a helység, ahol összegyűltek a keresztények, ott a keleti falat megjelölték egy keresztel, és arra fordulva imádkoztak, és a későbbiek folyamán is a keleti irány volt mindig a döntő, ugye erről sokszor beszéltünk, a kelet ugye a föltámadt Krisztusnak a szimbóluma, és a visszatérő Krisztusnak is a jelképe. Tehát kelet fölött jön, és mi pedig, mint egy fogadó bizottság elé vonulunk. És aztán ugye következik az általunk is ismert prefáció párbeszéd, az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, fölemeljük az Úrhoz, mondjunk hálát az Úrnak, méltányos és igazságos. És akkor jön egy hosszú ugye háladó ima, a prefáció, mert valóban méltó és igazságos. Itt ugye összesen 6 oldalas ez a prefáció, tehát jóval hosszabb, nem olvasom föl az egészet. Tehát a lényeg az volt, hogy a teremtéstől kezdve Jézus Krisztusig Isten összes jótéteményét felsorolták, és mindenért hálát adtak, nagyon-nagyon szép ugye teológiai okfejtéssel, és utána következett a Sanctus, ugye az angyalok éneke, és aztán ugye, amit mindenki énekelt, utána ugye jött egy átmenet íma konszekrációhoz, ahol Jézus életének az eseményeit, ugye a megtestesülés elsősorban is a megváltást, a keresztáldozatot ugye fölidézték, és ebbe iktatva vannak a konszekráció szavai is. Aztán ugye következik az anamnézis, a megemlékezés, tehát megemlékezünk fiat szenvedéséről, haláláról, halálból való feltámadásáról, mennybe való visszameneteléről, és a jövendő másik eljövetelről, midő dicsőséggel és hatalommal jöjj ítélni elveneket is holtakat, és eközben fölajánljuk az ő meghagyása szerint ezt a kenyeret és ezt a kelyhet. És ugye aztán van a epiklézis, a Szentlélek segítségű hívása, tehát elsősorban azokra hívják le a Szentlelket, akik részesülnek majd a szent adományokban, vagyis ugye a szent testben és vérben. És utána megint egy sor közbenjárás az egyházért, az egyház vezetőért, a hívekért, a szenvedőkért, betegekért, halottakért, stb. És a végén jön egy dicsőítés, mert minden magasztalás, tisztelet, hálaadás, becsület, imádás legyen az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, most is minden időben is végtelen és szakadatlan örökké valóságok örökké valóságán. És a nép felelje, amen. Utána megint egy könyörgés az áldozás előtt, és ugye itt van egy olyan rész, ami a keleti liturgiáknak ma is egy fontos, nagyon fontos eleme áldozás előtt, hogy ugye fölmutatja a szent adományokat a pap, és azt mondja, hogy szentség a szenteknek, sancta sanctis, tehát ezt a szentséget szentül lehet csak fogadni, és ugye a nép felelje, Jézus Krisztus, te egyedül szent, egyedül Úr, légy mindörökké magasztalva az Atya Isten tiszteletére, amen. Áldozás ugye azt mondja itt, hogy ezután áldozzék a püspök, utána a papok, diakónusok, szubdiakónusok, olvasók, énekesek, a többi szolgálatot tevők, az asszonyok közül a diakonisszák, erről is mindjárt szó lesz, hogy kik a diakonisszák, a hajadonok, az özvegyek, utánuk a gyermekek, végül sorjában az egész nép istenfélelemmel is hódolattal, zaj nélkül. A püspök a következő szavakkal nyújtsa az áldozati adomány, Krisztus teste, az áldozó felelje, amen. Ezután a diakónus nyújtsa a kelyhet, miközben mondja, Krisztus vére az élet kelyhe, az áldozó felelje, amen. Miközben áldoznak, énekeljék a 33. Zsoltárt. Ugye ízleitek is, lássátok, mi jó az Úr.
Tehát ugye ez a legősibb kommunió ének, az áldozási ének. Miután az összes férfiak és asszonyok megáldoztak, szedjék össze a diakónusok a maradványokat, és tegyék a pasztofóriumba, tehát az eukarisztia megőrzésére szolgáló külön ugye, doboz ez a pasztofórium, a mai szentségháznak az őse. Ugye egyébként itt jeruzsálemi Szent Ciril beszél arról, hogy ugye a 8.-9. századig való igaz, hogy a kezükbe kapták a ugye, konszekrált kenyeret, Krisztus testét. De hogyan? Ugye ezt soha nem olvassák föl, pedig nagyon fontos, ugye, hogy előtte kezet mostak mindnyájan, utána a jobb tenyerüket ugye fönn tartva, és a bal kez tenyerükkel ugye támogatva, mint egy trónust készítve az Úrnak, mélyen meghajolva, ugye megkapták a tenyerükbe a Szent Testet, és utána anélkül, hogy az ujjakkal érintették volna, tehát közvetlenül a szájukba vették. És utána még egyszer kezet mostak, hogy ugye a esetleges morzsákat összegyűjtsék, és azt mondja a jeruzsálemi Szent Ciril, hogy ha aranyport adnának a tenyeredbe, ugye, hogy mindent elkövetnél, hogy a legkisebb darabka se vesszen el. És ez, amit most kapsz, ez aranynál is sokkal értékesebb. Tehát annál is jobban ügyelj arra, hogy mit csinálsz vele. És ugye hát a kejből ivással történt ugye a szent vérvétele, amit a diakónus osztott ki, és az asszonyok azok pedig nem a puszta tenyerükre kapták a szent testet, hanem ugye egy kis kendőt, az úgynevezett dominikálét terjesztették ki a tenyerükre, és utána ezeket a kendőket összegyűjtötték, és megint csak összegyűjtötték az esetleges morzsákat róluk. Tehát ugye ez volt a módja, de szóval látjuk, hogy ez egyáltalán nem ugyanaz, mint a mai kézbeáldozás, mert hát a mai kézbeáldozással a bal tenyerükre kapják az emberek, és utána a jobb kezükkel megfogják, és saját magukat megáldoztatják, ugye. És hát nincs semmiféle elővigyázatosság a morzsákkal kapcsolatban, tehát azokat lehet szépen a ruhába törölni, vagy ugye leszórni, aztán jó bedolgozni a szőnyegbe, és hát szóval ezek mind nagyon-nagyon kellemetlen és veszélyes dolgok. És éppen ezért az egyház már a 8. század felé ugye beszüntette ezt az áldozásnak ezt a módját, tehát közvetlenül ugye a hívek nyelvére adta a szentséget, és aztán ugye nem sokára kialakult a térdelve áldozás is, és aztán pedig megszüntették a két szín alatti áldozást azért, mert ugye hát amikor egyre több új hívő jön az egyházba, hát ezek ugye barbár primitív népek, ugye lögdösödnek ott az áldozásnál, tehát megvan a veszély, hogy meglökik a diakónust, kilöttyen a szentvér, esetleg ugye valaki primitív módon, hát ugye, mit tudom én, emberek akár még köpködtek is a templomba, tehát hogy kiköpje esetleg a szentvért, annak is megvolt a veszélye, hogy mit tudom én, jön egy gőgési roham, és akkor ugye hát már is kint van. Szóval praktikus okokból ezt megszüntették a szentvérnek a vételét a világi hívek esetében. Ugye a keletiek azok olyan módon oldották meg a dolgot, ugye, hogy ott ugye megmaradt a kovászos kenyér, tehát ugye inkább ilyen kocka jellegű, ugye a partikula, tehát a konszekrált kenyér, és azt ugye szépen beteszik a kehelybe, összekeverik a szentvérrel, és egy kanálkával ugye áldoztatnak két szín alatt, de megint csak ugye közvetlenül a hívek nyelvére adják a szentséget. No, tehát az áldozás után a háladó imádságok következnek, és a püspök áldása, illetve az elbocsájtás, ami ugye a menjetek békében, az itte missa est, az nem keresztény találmány, hanem valójában ugye a római birodalomba bármilyen ilyen nyilvános közös összejövetelt, az úgy fejeztek be, hogy itte missa est, menjetek, vége van, egyszerűen ennyit jelent, és utána még lehet ott maradni, csevegni, tereferélni, de hát a hivatalos részének vége, tehát ez ennyit jelentett.
Egyébként csak úgy zárójelbe, hogy ez a bizonyos csitítás, nyugtatás, a híveknek a rendre utasítása, ez a római ókori vallásban is megvolt. Ott azt mondták a pogány papok, hogy favete linguis, kedvezzetek a nyelveteknek. Vagyis ne beszélgessetek, most pihentessétek a nyelveteket. Ugye, tehát érdekes. No, a következő ilyen írásbeli nyoma az eukarisztiának, ugye ez a bizonyos tradíció apostolika, apostoli hagyomány, amit Szent Hippolitosz püspöknek tulajdonítanak, és ugye 230-ból származik. Na most ezt a liturgikus reformerek nagyon fölkapták ezt az iratot, és azt mondták, hogy hát ez a legősibb, bizonyítottan római, ugye eukarisztikus imádság, és hát ennek alapján jött létre az a bizonyos második kánon, amit a papok az új rítusban 99%-ban használnak. Valóban szent vagy Isten, mint minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelked, úgy ismerjük a szöveget, a nénik is mindig mondják koncelebrálva a pappal. Most ez azért olyan népszerű, mert körülbelül egy harmada a római kánonnak, tehát igen, rövid, gyorsan túl van rajta az ember. És még ráadásul van mellé ez a fáma is, hogy ez a legősibb római eukarisztikus ima. Na most tehát erre tanulmányok sorozata született. Egyrészt nem tudjuk, hogy biztosan római, erre nincs bizonyíték. Nem tudjuk, hogy ki ez a Hippolitus, aki írta, mert legalább 4 Hippolitus volt abban az időben Rómában, és volt, amelyik ellenpápa volt ráadásul. És a másik az, hogy ha összehasonlítjuk az eredeti Hippolitosz kánont és a mai második kánont, amire azt mondják, hogy a Hippolitosz kánonnak felel meg, akkor óriási különbségeket látunk. Például a mai átdolgozás az kihagyott belőle mindent, ami a bűnre, a kározatra, az ördögre vonatkozik, és ezeket a kellemetlen témákat úgy kivesézték belőle. Tehát azért jellemző módon, vagy például arra, hogy van ilyen, hogy igaz hit, és hogy az igaz hit ugye megvallóért imádkozunk, például ezt is kihagyták belőle. Tehát ez csak zárójelbe, a egyik ilyen nagy reformnak az egyik nagy szaktudósa, Louis Bouilhet, oratoriánus atya, most jelent meg a életrajza, és írja, hogy hát ennek a kánonnak az átdolgozását egy római trattoriában, vagyis egy vendéglőbe készítették, egy éjszaka alatt, mert sürgették őket a bizottságba, hogy hát csináljatok már valamit, másnap reggelre készen kell állnia, úgyhogy hát a tudományos munka az egy este, egy vacsora után egy kellemes kis vendéglőbe jött létre, tehát mondjuk ez csak így egy adalék. Na most hát ez az imádság is nagyjából, igen rövid, nagyjából követi azt, amit az előbb részletesen vázoltam, és ugye ez egy püspök szentelési miséhez készült. De ugye nem tudjuk azt se, hogy biztosan Rómában használták, azt se tudjuk, hogy ugye mennyire volt elterjedve, tehát egy nagyon bizonytalan szöveg. És aztán nagyon érdekes itt, ez egyébként, amiből ezt olvasom, Szúnyog Szavér Ferenc, bencés atyának a műve, a Szentmise kialakulása a címe, 1936-ban adták ki, tehát ezt ajánlom, hogyha valaki be tudja szerezni, hogy érdekes folyamán, hogy a második századtól fogva az egyes pápákról följegyezték, hogy ki mit módosított, mit változtatott a szentmise rítusában vagy szövegében. Szóval, tehát a második századi pápákat nézzük. Első Szent Sándor pápa vezette be az Undet Memores imádságot átváltoztatás alatt, és az 5 kereszt jelét, amit az adományokra vett a pap. Aztán első Szent Sixtus pápa, a következő pápa rendelte el, hogy az angyalok énekét, a Sanctust, az egész nép énekelje. Aztán Telesforus pápa, Telesforus pápát tartja a hagyomány a Glória himnusz szerzőjének. Ugye a Glória himnuszt azt először csak a pápai misébe végezték, és ugye csak húsvétkor, meg karácsonykor, aztán
elterjedt a többi misére is, és aztán annyira tetszett a papoknak, hogy ők is elkezdték használni, de Telesforus pápára vezethető vissza a második század közepe. A harmadik században Szent Zeferin pápa eltiltja az addig használatos fakelyheket, és elengedeli, hogy a szent áldozathoz üveg vagy kristálykelyhet használjanak. Ugye, tehát már egyfajta minőségi ugrás, de a következő pápa, Szent Orbán elrendeli, hogy kizárólag ezüst edényeket használjanak, Szent István pápa pedig bevezeti a külön ruhát a miséző pap számára, és megtiltja a papoknak, hogy közönséges életben használják azokat a ruhákat, amelyekben az oltárnál szolgáltak. Tehát ugye ezek a ruhák általában a régi római díszruhának felelnek meg, illetve a bizánci udvar, vagy a római császári udvar bizonyos ugye díszruháinak a ugye maradványai, és hát tudjuk, hogy ezek már akkor is különböztek a hétköznapi ruhától. Például ugye a kazula, a miseruha, az egy ilyen utiköpeny volt. A manipulus, ami ugye lóg a pap barkaljáról, az egy ilyen izzadságtörlő kendő. A stóla, az ugye az a legmagasabb császári hivatalnokoknak a kitüntető jelvénye volt, tehát a hatalmat jelképezte, meg egy csomó ilyen dolog. Szent Félix pápa feleleveníti a régi rendeletet, hogy a szentmiség vértanúk sírja felett kell bemutatni, és az oltárokat szent vértanúk erekének behelyezésével meg kell szentelni. Tehát ugye az erekés oltár. Aztán Szent Eucius pápa szabályozza a szentmise offertóriumát, és megerősíti a hagyományt, hogy az oltár számára gabonát is szőlőt, valamint a világítás számára olajat lehessen felajánlani és megáldani. Tehát olajat is hoztak a szentmiséhez. Szent Szilveszter pápa elrendeli, hogy a szent áldozatot lendvászon terítőn kell végezni. Tehát már oltárterítő is van 314-ben. Aztán ugye Szent Damazusz pápa a IV. Század végén megbízza Szent Jeromost, hogy az év minden miséje számára állapítsa meg a megfelelő szent leckét és evangéliumot. Tehát már az olvasmányos rend is rögzítve van. Ugyancsak Szent Damazusz pápa kezdi megfogalmazni azokat a klasszikus, tömörségű, szép orációkat, ugye könyörgéseket, amiknek jó része ma is benne van a misekönyvben. Érdekes, hogy ez a Szent Damazusz az, aki átvált görögről latinra, tehát addig Rómában is görögül végezték a szentmisét, az volt Rómának ugye a köznyelve. Most pedig ugye Szent Jeromos is ugye lefordítja a szentírást latinra, megszületik a Vulgáta, de Szent Damazusz pápa kezdeményezi, hogy térjünk át a latinra. Ugye ez lett már a népnyelv Rómában, de nem a piac használt latinságot kell alatta értenünk, hanem egy nagyon emelkedett, ilyen biblikus jellegű, nagyon sok görögös vagy héberes fordulatot tartalmazó latin nyelvhez. Tehát egy szakrális latin nyelv alakul ki. Ugyancsak Damazusz pápa rendeli el, hogy a szentírási részletek felolvasása elé bevezetés gyanánt énekeljék a Kyrie eleisont. Tehát ez a Kyrie eleison, ez egy hosszú litánia volt, ami kísérte ugye a papok bevonulását, de később Nagy Szent Gergely pápa csak 9 Kyriét hagyott meg. Ugye ma van 3 Kyrie, 3 Kriszt, 3 Kyrie, tehát a 9-es számot Nagy Szent Gergely határozta meg. Szent Sziricius pápának tulajdonítják a kommunikantes imádság bevezetését a szentmisébe, ugye ez a római kánon része. Első Szent Justercius parancsolta meg, hogy nagy pénteken és nagy szombaton nem mutassanak be szentmisét az 5. században. Ebben a korban némely helyen minden nap bemutatták a szentmisét, Szent Ágoston tanúsága szerint más helyen csak szombat és vasárnap. Első Szent Celestin pápa elrendeli a 150. zsoltár éneklését a szentáldozás előtt, bevezeti az introitus és a graduale éneklését a szentmisébe. Tehát már kialakulnak a változó énekek is. Első Szent Leó pápa csatolja a mise kánonjába a Sanctum Sacrificium Immaculatam Hostiam szavakat. Tehát a szent áldozat szeplőtelen felajánlás szavakat.
Aztán ugye különösen sokat köszön a szentmise első szent Gelázius pápának az 5. század végén. Ugye ő idejében alakul a mai misekönyv egyik legrégebbi őse, a Sacramentarium Gelasianum, ugye a rögzített miseimádságoknak a gyűjteménye. Már a régi misekönyvben tartalmazó, hozott prefációk nagy része is már ott jelen van. Aztán ugye Szent Szimmahus pápa elrendelte, hogy ne lehessen misét, megengedte, hogy misét lehessen mondani magántemplomokban is, kivéve az ünnepnapokat. Ő vezette be az itte missza es szavakat a Szent Mise végén. Aztán ugye Szent első János pápa rendelte el, hogy a Szent Misénél az evangéliumot a felajánlás és a katekumenek elküldése előtt kell felolvasni, hogy mindnyájan a hívők, a katekumenek és a vezeklők egyformán hallják Jézus tanítását és parancsait. Tehát korábban valószínűleg már az evangélium előtt kiküldték a katekumeneket, János pápa óta, az evangélium után, hogy ők is hallják az evangéliumot. És ugye hát a nagy Szent Gergely pápa, az akinek a legtöbb érdeme van a mai mise, ugye rend kialakításában, ő az, aki megszerkeszti, összerendezi az elődjei által rendelt imádságokat és szertartásokat, ő állapítja meg a kiriék számát 9-re, az alleluját is ő veszi be a misébe a ugye evangélium előtt. Ő az, aki a Pater Nostert a kánon végéhez csatolja, ahol a mai napig is van, és hát ugye az egyházi ének, a gregorián éneknek a rendezése is nagy részt az ő nevéhez fűződik. Tehát ugye ez nagyon vázlatosan néztük át ezeket a fejleményeket, de látjuk, hogy minden pápa valamit hozzátett, de hát maga a Szent Mise az ugye már előtte is megvolt, csak legfőjebb nem voltak egyes részei annyira kidolgozva. Ugye, amit a középkor hozott például a lépcsőima, mert azelőtt mi volt? Tehát azt mondták, hogy a papok miközben az oltárhoz vonulnak, megfelelő imádságokkal hangolódjanak rá a szent áldozatra. És aztán ugye át a középkorban adtak egy javaslatot, hogy melyek ezek a megfelelő imák, például az, hogy intro imbadaltare dei, kialakult a lépcsőima. Vagy például ugye a fölajánlási imák, az offertórium, az is a középkorban jöttek létre, hogy a pap miközben fölajánlja a kenyeret és a bort, hát milyen szavakkal imádkozzék. Vagy például az utolsó evangélium, az ugye egy középkori szokás volt, hogy különös hatékonyságot tulajdonítottak a János prológusnak, tehát a János evangélium bevezetőjének, és kérték a hívek ilyen magánájtatosságból, hogy atya jaj, itt van egy beteg rokonom, nem tudná felolvasni a János prológust, hogy meggyógyuljon, hogy jobban legyen. És akkor olyan sok volt ez a kérés, hogy minden mise végéhez hozzácsatolták emiatt az utolsó evangéliumot. Na, még egy nagyon fontos dolog, hogy ugye Szent Ambrus, aki a ugye milánói püspök volt, és hát a 4. században élt, ugye, és hát ő már idézi ebben a Szentségekről című művében a mai római kánonnak az ősét, tehát annak a magját. Itt az 5. fejezetben szépen leírja, hasonlóképpen miután vacsoráltak, szenvedés előestén kezébe vette a kenyeret, feltekintett az égre, hozzád szent atyánk, mindenható örök Isten, hálát adva megáldotta, átadta apostolainak és tanítványainak mondván, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem. Igen, aztán van egy magyarázat.
Valahányszor ezt teszitek az én emlékezetemre, tegyétek, míg újra el nem jövök. Megemlékezünk tehát dicsőséges kínszenvedéséről, halottaiból való feltámadásáról, valamint mennybe meneteléről. Bemutatjuk neked ezt a szeplőtelen, igaz és vérontás nélküli áldozatot, ezt a szent kenyeret és az örök élet kelyhét, és könyörögve kérünk, hogy fogadd el ezt az áldozatot, melyet szent angyalaid visznek mennyei szent oltárodra, miként elfogadtad a kegyesen igaz szolgádnak Ábelnek adományai, és ami ősatyánk és ami ősatyánknak Ábrahámnak áldozat, tehát továbbá azt, amit főpapod Melkizedek mutatott be neked. Tehát a római kánonnak a központi részeit a konszekráció előtt és utána is közli, és ez is egy bizonyíték, hogy egy nagyon ősi szövegről van szó. Tehát a IV. Században ez már közismert volt, és már közhasználatban volt. Ezért mondjuk azt, hogy tulajdonképpen a római rítusnak a központi szövegei azok a legősibb keresztény liturgiát képviselik. Na, nagyon elszállt az idő, úgyhogy röviden még a másik két szentségről, a keresztségről és a bűnbánatról. Ja, egyébként a templomnak a kiképzéséről is. Ugye, tehát a templomnak a szentélye külön fallal volt körülvéve, ugye ez itt a római Szent Kelement Bazilika, és itt látszik ugye kelet felé fordulva a gyönyörű mozaikkal kirakott apszis, ugye egy kereszt van a közepén, tehát mindenki a kereszt felé tekint kelet felé, és akkor ugye itt van ez a bizonyos fal, ami elválasztja a szentélyt a templom többi részétől, és ez körülbelül olyan válmagasságig ér. Tehát már a legősibb bazilikákban, templomokban is külön van választva a hívek helye és a papok helye. A papok helye a presbitérium, ez a szentély latin neve, és aztán a presbitériumnak a két nagyon fontos pontja, a két ambó, ugye, a két olvasó állvány, ami egy emelvény, tehát lépcsőkkel kell fölmenni. Itt van a lecke állvány és az evangélium állvány, ami jóval nagyobb, és az evangélium állvány mellett egy nagyon magas húsvéti gyertyatartó, ugyanis a húsvéti gyertyát azt nem cipelték magukkal a templom elé tűzszentelésre, meg nem hozták be, hanem ugye az mindig itt volt ezen a jó magas gyertyatartón, hanem ugye, ahogy a régi rítusban ma is csináljuk, a húsvéti lángot, azt egy hármas gyertyával hozzuk be a templomba, és úgy gyújtjuk meg. Aztán ugye hát az oltár, ami mindig kelet felé fordul, ugye fölötte van egy baldahin, tehát egy ilyen négy oszlopos mennyezet, és hát eredetileg a baldahinról függönyök lógnak le. Tehát ugye ezeket behúzták az eukarisztikus ima alatt. Tehát soha nem volt cél az, hogy lássák a hívek, hogy mi történik az oltáron. Sőt, még a hallás is úgy ment, tehát hogy a hangosan kimondott részeket, azokat énekelték. És amit nem énekeltek, azt a pap magában mondta. Tehát nem prózában nem kiabált, hogy mindenki hallja. Tehát ez egy ókori szokás volt, hogy a közérdekű dolgokat, amiket mindenkinek hallani kell, azt egy ilyen recitáló, éneklő hangon mondták. Még Cicero is éneklő hangon mondta a beszédeit. Megadták a kezdő hangot, és akkor ugye voltak ilyen dallamfordulatok, hogy a kérdő mondatot hogyan kell hangsúlyozni, a kijelentő mondatot, stb. Tehát ugye így alakult ki az, hogy a pap ugye a régi rítusban is vagy énekel tulajdonképpen, vagy csendben imádkozik. Tehát nagyon kevés az a rész, ahol prózában hangosan beszél. Nem is lehetett ezt megoldani a mikrofon kifeltalálása előtt, ugye. És aztán ugye hát az oltár mögött van a püspöki katedra és a papi székek, ugye. És hát a nagyon fontos az, hogy most a hívek ugye azok nem itt középen álltak a főhajóban, hanem oldalt, ugye jobbra és balra. És ugye a legtöbb templom az keletelve volt Rómában is, tehát mindenki kelet felé fordult, de például az olyan templomok, mint a Szent Péter Bazilika, amelyek a helyi adottságok miatt nyugat felé
épültek, tehát az abszis nyugat felé nézett, ott a misét ugyan kelet felé mutatták be, vagyis a főajtó felé, de a hívek is arra felé fordultak. Tehát ugye az közös irány, amit még pedig a közös keleti irány, az döntő jelentőség volt. No, jó, aztán ugye a keresztség. Ugye tehát, ami az első három században a döntő, az a fölnőtt keresztség. Tehát gyerekeket akkor kereszteltek, hogyha már keresztény családnak a gyermekei voltak, és ugye a szülők élete az biztos garancia volt a gyereknek a keresztény nevelésére. De alapvetően ugye felnőttek tértek meg, és készültek föl. Általában ugye a katekumenátus, a hitjelöltség az 2-3 év volt. De a konstantini fordulat után, amikor szabad lett a kereszténység gyakorlása, már megjelent az a visszaélés, amit az egyházatyák helytelenítenek, hogy valaki ugyan belépett a katekumenek közé, és utána évtizedekig nem volt hajlandó megkeresztelkedni. Na most miért? Azért például Nagy Konstantin császár is ilyen volt, mert ugye a keresztség az minden bűnt eltöröl. Tehát utána biztos a mennyországba jutás. Nagy Konstantin is azt mondta, hogy hát én császár vagyok, egy csomó piszkos dolgot is meg kell csinálnom ugye a hivatalomnál fogva. Tudjuk, hogy még a saját családjában is bizonyos ugye hát kivégzéseket elrendelt. És hát ugye a nagyon sokáig a keresztség után már csak egyszer lehetett föloldozást nyerni. Tehát jól vigyázni kellett, hogy az ember mit csinál a keresztség után, és hát ezért azt gondolták, hogy sokkal jobban járok, hogy akármilyen bűnt is elkövetek, de hát ezt majd a halálos ágyamon a keresztség eltörli, és akkor utána hát egyenes extra bejáratom van a mennyországba. És hát az egyházatyák azt mondják, hogy hát az Istennel nem lehet így játszani, és nem lehet így visszaélni a kegyelemmel, nem tessék megkeresztelkedni, és utána élni a hit szerint is, a krisztusi tanítás szerint, ugye. No, tehát elég sok volt a hit jelölt, és hát ugye a katekumenátus az olyan fajta oktatás volt, amelyet folyamatos szertartások kísérték. Tehát ugye a katekumenátusra jelentkezésnek a fő szertartása az a szignáció volt, az érzékszervek megjelölése a keresztjelével. Utána ugye általában nem mindig a pap végezte a teljes oktatást, hanem bármelyik a hitben járatos ugye világi hívő is oktathatta a katekument. Aztán ugye, amikor úgy döntött, hogy ő most már kész a keresztségre, akkor jelentkezett az úgynevezett kompetentes a jelöltek közé. Ez legtöbbször a nagybőjt elején volt, tehát a nagybőjt elején kiirdette a püspök, hogy aki az idén húsvétkor keresztelkedni akar, az jelentkezzék. És ezeknek a neveit ugye följegyezték a könyvbe. Volt egy szertartás, hogy ahogyan titeket most fölírunk a könyvbe, úgy az angyalok a nagy mennyei könyvbe, az élet könyvébe bejegyzik a ti neveiteket. Akinek pogány neve volt, az itt kapott keresztény nevet, és utána ugye innen ered egyébként a vízkereszti ünnepkihirdetés, hogy ugye tudják a katekumenek, hogy mikor lesz húsvét, és hogy mikor kell jelentkezni a keresztségre. Utána ugye a nagybőjt alatt ugye az oktatások mellett a következő szertartások voltak, ugye a skrutíniumok vagy a vizsgák. Ezek ugye exorcizmusból álltak és áldásból, és följegyzi Szent Ambrus, hogy az exorcizmusok azok ugye főleg vizsga jellegű exorcizmusok voltak. Tehát a püspök figyelte, hogy az exorcizmus alatt hogyan reagál az a katekumen. Hogyha elkezdett kiabálni, hogyha nyugtalanná vált, hogyha pimaszul nézett, azt mondja Ambrus, hogyha
hirtelen fölállt és kiegyenesedett, vagy kirohant a teremből, vagy bármi szokatlan volt, ez azt jelentette, hogy a gonosz lélek hatás alatt van. Tehát először ugye ki kell űzni belőle a gonoszt, és meg kell szabadítani őt. De egyébként a püspöki exorcizmusok mellett néhol naponta voltak külön ugye exorcizmusok, amiket az exorcisták, tehát egy külön kisebb rend, akit erre avattak föl, ők végezték ugye, tehát még csak nem is papok. Aztán ugye itt volt az úgynevezett effetta szertartás, ami ma is van a régi rítusban, ugye, hogy sarat csinál a pap, nyálból is földből, és ugye megérinti a keresztelendő fülét és orrát tulajdonképpen, ugye, tehát hivatkoznak a Máté evangéliumra, ahol ugye hát a süket némát gyógyítja az Úr, ez így, hogy sarat csinál, és megérinti a nyelvét, és elkezd beszélni, és a fülét is ugye elkezd hallani. Tehát, hogy a kegyelem megnyitja az illetőnek a fülét, hogy befogadja az igét, és föloldja a nyelvét is, hogy ugye bátran tanúságot tegyen, hogy a hitéről. Aztán ugye sok helyen a bűnök nyomatékos megvallását is elvárták. Tehát, hogy valaki a közösség előtt vallja meg a korábbi életének a bűneit, illetve hát mindenképpen a püspök megvizsgálta, hogy mi is volt a korábbi élete a jelentkezőnek, és hogy milyen okokból kéri a keresztséget. Tehát, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy tiszta motivumokból, és hogy tényleg őszinte szándékkal, hogy keresztényként akar élni a továbbiakban. Aztán ugye a katekumeneknek egyébként böjtölniük is kellett a nagyböjt folyamán, tehát szombat és vasárnap nem volt böjt, a többi napokon igen, és pedig ugye ez a böjt úgy nézett ki, hogy reggeltől estig nem ettek semmit, csak napnyugta után. Ez egyébként a hívek számára is így volt. Aztán ugye az utolsó hét az volt a legintenzívebb, mert itt a püspök maga tartott még néhány ilyen nagyon nyomatékos záró katekézist. Virágvasárnap történt a hitvallás és a miatyánk átadása szóban, utána ugye nagyszombaton ezeket visszakérdezték. Nagyszombaton történt a katekumen olajjal való megkenés, tehát hogy az egész testüket, nyugaton csak a mellüket meg a hátukat megkenték ugye az exorcizált olajjal, ahogyan ugye a harcolókat, a birkozókat az arénába lépés előtt bekenik olajjal, hogy kicsusszanak az ellenfél szorításából. Aztán ugye maga a keresztelés, az viszont húsvét éjszakáján történt. A legtöbb helyen csak ekkor volt lehetőség a keresztség fölvételére, tehát rengeteg keresztelés volt, egész éjszaka eltartottak ezek a keresztelések, és ugye hát tudjuk azt, hogy ugye teljes alámerítéssel történt a keresztelés, tehát keresztelő medence volt, ahova leszállt a keresztelendő ruhátlanul, azt is írják az egyházatják, mert hogy a sátánnal ruhátlanul kell megküzdeni minden, ugye, tehát ahogy az ókori birkózók is ugye nem akarták, hogy akadályozz őket a páncél vagy bármiféle fegyver, tehát így könnyebben tudott mozogni. Aztán ugye nyugat felé kellett fordulni, mert a nyugat a gonosz léleknek a székhelye. Ott ugye ellent mondani az ördögnek és cselekedeteinek, egyes helyeket még le is kellett köpni. Ugye bocsánat, idő van? Jaj, bocsánat, csak most láttam, hogy... Jó, befejezem, már úgyis mindenképpen. Ez egyébként keleten ma is van egy ilyen rítus részlet, hogy tessék a sátánnal szakítani. Utána ugye lementek két diakónussal a medencébe, három hitvallás után, ugye az Atya, Fiú, Szentlélek megvallása után alámerítették, utána következett ugye a krizma kenet, ami olyan bőséges volt Ambrus szerint, hogy a fejről ugye lecsordult, ahogyan a Zsoltár mondja, hogy Áron szakállára is köntöse szegére,
és következett a kézrátétel és a Szentlélek lehívás. Tehát ez volt a bérmálás, utána a fehér ruha átadása, és ugye akkor vonultak be a keresztelő kápolnából a bazilikába, és ott ugye hát következett a fölajánlással a szentmise, ahol a új kereszteltek első ízben vettek részt, és ugye szentáldozáshoz is járultak. No, jó, akkor itt befejezzük, és hát a következő hónapban aztán majd még egy kis részletet elmondok a vezeklőkről, a bűnbánókról, ami most nem fér bele. Úgyhogy köszönöm a kedves figyelmet! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, mindig az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.